és már vissza is tértünk, és itt van mellettünk Ercsó Zsolt, a Mozdulj Gamer mozgalomnak a főszervezője. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban. Mit lehet tudni a Mozdulj Gamerről? Honnan jött ez a Mozdulj Gamer mozgalom? Igazából a mozgalmat ezt tavaly októberben indítottuk el. Nagyon sokrétű színes programokat próbálunk szervezni a gamereknek, ugye benne van a nevében is, hogy mozdulj. Úgyhogy próbáljuk arra ösztönözni őket, hogy ne csak a gép előtt játszanak, hanem mozduljanak ki a gép elől is. Ezt hogy képzeljük el, hogy közben fekvőtámaszoznak, miközben nyomják a konzolt, vagy valami? Nem ennyire drasztikus a dolog. Próbálunk olyan programokat szervezni, ami vagy sporttal, vagy egészséges életmóddal összeköthető. Próbálják ezt kivinni mind a szabadba is, de vannak olyan programok, amik például az ártérben nagyon jó mozgásra lehet őket ösztönözni. Ilyen program volt például a kidobós. Magyarországi rekordnak a megdöntése, amit ha jól tudom, még mindig ti tartotok. Még mindig ti tartjuk, ezt tavaly novemberben döntöttük meg, azóta is mi tartjuk, és idén is készülünk más rekordok megdöntésével. Magyar? Nem akarom kérdezni. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy a gamerek között mennyire népszerű az, hogy ők menjenek ki a szabadban és valóban mozogjanak egy kicsit. Meglepő, amikor elkezdtük az egész mozgalmat, akkor nem gondoltuk volna, hogy ennyire aktív társadalomról beszélünk. Teljes mértékben pozitív a visszajelzés, szeretnek mozogni, szeretnek kimozdulni. Néha azért össze kell kötni egy-két videójátékkal, vagy a gamer világhoz köthető dolgokkal, de amúgy abszolút fogékonyak. Különböző versenyeket is szoktatok rendezni egy ilyen Mozdulj Gamer programon. Milyen versenyekről van szó? Kidobost ezt már mondtuk, de ez egy ilyen egyszerű alkalom volt, hanem például focizás, kosárlabda. Így van. Mindig próbálunk minél több sportot belevinni, most nyáron fogunk szervezni focikupát, minden egyes eseményükön van dekázó verseny, kosáradobó verseny, próbálunk mindig igazodni az épp aktuális hónaphoz, aktuális évszakhoz, például télen biztosan fogunk korcsolyázást csinálni, amiből szintén lesznek versenyek, úgyhogy minden, ami sport és lehet versenyt csinálni, azt megragadjuk. És ti is kiszoktatok menni különböző eseményekre? Igazából a Mozdulj Gamernek mindig van havonta egy eseménye, ezt mi magunk szervezzük. Amilyen eseményre kimenjünk, az a Play It Show, minden egyes Play It Show-n ott vagyunk, így most már a Mozdulj Gamer vidékre is eljut, vidéki helyszínekre. Milyen programokkal szoktatok készülni egy Play It-re? Igazából a Play It-re megpróbálunk szintén sportprogramokat vinni, de ezen felül például a mostani Play It-en lesz egy kerekasztal beszélgetésünk is, ahol különböző szakemberekkel beszélgetünk például az e-sportról, sportra az e-sport, például arról, hogy mennyire veszélyes, hogyha egy gyerek sokat játszik, ezt különböző olyan témákat próbálunk éríteni, ami egy picit így elgondolkodtatja az embereket, hogy valójában nem is olyan rossz dolog ez a gamerkedés, de mégis vannak kisebb veszélye is, hogy mire figyeljenek az embereket. Segítsetek egy kicsit nekem és a nézőknek, azoknak, akik nem tudjuk, hogy mi is ez a Play It pontosan. Igazából a Play It Show az egy játékkiállítás és vásár, pontosabban egy IT kiállítás és vásár. Különböző IT technológiákkal lehet találkozni, rengeteg Xbox-al, PlayStation-nál, különböző telefonokkal. Igazából minden, ami ebbe a gamer világba belélik, cosplay versenyek szoktak lenni, e-sport versenyek, rengeteg fantasztikus dolog. Mit gondolsz a jelenlegi magyar gamer világról? Nehéz kérdés, igazából azt gondolom, hogy abszolút aktívak, van még hova fejlődni. Volt hála az énnek részem abban, hogy külföldön ez hogyan működik, például az e-sport, milyen versenyeket szerveznek. Próbáljuk mi is felvenni itthon, illetve a gamer társadalom próbálja felvenni a ritmust. Van még hova fejlődni, de úgy érzem, hogy nagyon jó irányba haladunk. Mik a hosszú távú terveitek? Mert említetted, hogy havonta egy ilyen Mozdulj Gamer eseményt rendeztek. Milyen programokra számíthatnak az érdeklődők? Igazából, mint mondtam, minden hónapban megpróbálunk az időjáráshoz, illetve az évszakokhoz igazodni. Idén, ami kiemelt fontosságú lesz, fogunk szervezni zombi futást, ezt nagyon-nagyon szeretik. Lesz különböző focikupánk, túrázni megyünk, mint említettem, télen a téli sportokat fogjuk elővenni, fogunk fotókampányt is csinálni, illetve egy ilyen mini olimpiát is próbálunk majd szervezni a gamereknek. Egy-egy ilyen, akár zombi futáson, vagy bármelyik programon körülbelül azért hány gamer tudtok megmozgatni? Ez mindig változó, programtól függ, illetve attól, hogy épp milyen időjárás van, azt azért tudni kell a gamerekről, hogy ha rossz idő van, akkor annyira nem nagyon szeretnek kimozdulni, de általában ilyen 500-tól egész 2500 főig. Ez a zombi run, ez nagyon jól hangzik. Tudnál róla mesélni egy kicsit, hogy ezt igazából hogyan kell elképzelni? Zombi run egy érdekes dolog, igazából az egész
mindenki azt hiszi elsőre, hogy ez egy rendes futóverseny, de nem, ez nem egy rendes futóverseny. Itt annyiról szól, hogy igazából egy ilyen akadálypálya szerint kell végigmenni, nem is rohanni, mert ugye nincs benne időmérő, meg első helyzet, második helyzet. Igazából annyi a lényeg, hogy próbálunk olyan környezetet létrehozni, amiben beleillenek a zombik, és akkor a zombik kicsit ijesztegetnek, futnak az emberek után, és akkor az ad egy ilyen plusz löketet a dolognak. Ez pont egyébként most látható is a képernyőn, valóságban így néz ki egy zombirán. Volt nektek lézerharcos eseményetek is, arra esetleg készülhetnek a mozdógamer rajongók? Így van, készülhetnek, minden pléten fogunk rendezni lézerharcot. Az azért mennyire durva az, hogy a lányok is szoktak, mármint ez csak nekem durva, bocsánat, szóval, hogy a lányok is szoktak egyébként ilyen különböző számítógépes játékokkal játszani. Közöttük is népszerű a ti rendezvényetek? Igen, nem mondanám, hogy többségben vannak, de azért egyre több hölgy is. Ők inkább a cosplay vonalon mozognak, de egyre több hölgyet is meg lehet mozgatni. És milyen korosztályt mozgat meg a mozdulygamer? Igazáltalán 0-tól 99-ig. Próbálunk a szülőknek is kedvezni, ugye, mint mondtam, lesz kerekasztal beszélgetésünk, hogy egészségesed mond, ugye próbáljuk a szülőket is segíteni, hogy például mikor vegye észre azt, hogy mondjuk a gyermeke játékfüggő, mire figyeljen, hogy ne játszol annyit, stb. Ezek mellett meg tényleg egy éves gyerektől egészen a felnőtt korosztályig bárki jöhet. Arra egyébként szoktatok odafigyelni, hogy esetleg ennek hangot adjatok, hogy a játékfüggőség mennyire lehet káros? Hangot nem szoktunk neki adni, igazából próbáljuk azt a részét megközelíteni, hogy mikor lehet észrevenni azt, hogy valaki játékfüggő. Nyilván lehet hallani olyan dolgokat, hogy egyre több a játékfüggő veszély vannak, mindig megjelennek ilyen különböző cikkek, hogy úristen, mi történt a gyerekkel, 5 órán keresztül játszott, egész éjszaka játszott. Mi inkább azt a vonalat követjük, hogy próbáljuk arra ösztönözni őket, hogy ők maguk mire figyeljenek, hogy ne váljanak játékfüggővé. És mire figyeljenek, hogy ne váljanak játékfüggővé? Ez egy nagyon jó kérdés, ezért szoktunk mindig szakértőket hívni. Sajnos nem vagyok szakértő. Amúgy azt tudom elmondani, hogy mindig figyeljenek arra, hogy azért szakítsanak időt másra is, mozduljanak ki, ne legyenek annyira zárkózottak, hogy csak a játékvilágon belül beszélgetnek, csak csetelnek, hanem próbáljanak meg tényleg személyesen is találkozni, menjenek el kiállításokra, sportoljanak, igazából ne szoruljanak be ebbe a virtuális térbe. Korábban történt egy szomorú eset, hogy egy srác 24 órán keresztül játszott, és sajnos életét vesztette kiszáradás miatt. Itt Magyarországon történt hasonló eset, hogy valaki az életét vesztette volna a videójáték függősége miatt? Nem tudok ilyenről. Egyszer hallottam egy vicces történetet, hogy egy srác beszorult egy székbe, de az is ilyen véletlen volt. Igen. Hát úgy volt neki kényelmes játszani, és valahogy beszorult, nem tudom. De nem, hála az égnek, Magyarországon még ilyen drasztikus dolog nem történt. De ez nálunk is ennyire életszerű a dolog, hogy nálunk is ennyire játékfüggőek az emberek? Szerintem Magyarországon még annyira nem. Van egy-két, biztos, hogy van egy-kettő, akinél már vannak. Inkább azt tudom mondani, hogy azért veszélyes, mert Magyarországon már kiesnek például a közegből, például az iskolában, nem megy délután el focizni az iskolatársaival, hanem hazamegy, megcsinálja a leckét, és akkor egyből leül játszani. Nincs olyan kapcsolat a külvilággal, esetleg nem lesznek barátai, szóval inkább ez a veszély, ami fent áll. Még így zárásképpen akkor mondd el a kedves tévénézőknek, hogy hol tudnak érdeklődni az események iránt, a mozdulygamer iránt. Mozdulygamer iránt igazából van egy weboldalunk, a www.mozdulygamer.hu, illetve a Facebookon vagyunk fent, szintén mozdulygamer mozgalom néven, ott tudják nyomon követni az összes eseményünket. Rendben van. Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk az információkat.